Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Megint egy napi vlogot hozok nektek, és most el fogok menni valakiért, akit hamarosan meg is láthattok, hogy ki lesz, és vele megyünk el vásárolni, és ha minden igaz, akkor van valami meglepetése is nekem, úgyhogy tartsatok velünk! Meg is érkeztem a meglepetés vendégeimért, ugyanis... Ha jól tudom, akkor nem is egyedül fog jönni. Azt, hogy ki ő, vagyis hogy kik ők, azt majd meg fogjátok látni a bevásárló központba, ahova megyünk, és onnan fogunk nektek együtt jelentkezni. És itt is vagyunk, itt vannak velem a meglepetés vendégeim. Sziasztok! Kitti vagyok egyébként, és Rebekával most eljöttünk az Ázsia Centerbe, mert szeretnék a Zsülinek, a kiskutyámnak venni pár dolgot, kutyavitaminokat, úgyhogy most itt nézelődünk egy kicsit, és körbejárjuk a kutyás részeket. Igen. Azt azért mondjuk el, hogy közös ismerős által ismerjük egymást, és megbeszéltük, hogy eljövünk Zsülikének vásárolgatni egy kicsit, körbenézzük, hogy milyen boltok vannak itt az Ázsia Centerben, és akkor mi abban maradtunk, hogy először egy állatpatikába megyünk be, és megnézzük, hogy milyen jutifalik vannak, vagy milyen tápok, úgyhogy kicsit körbenézünk Zsülikének, és aztán jelentkezünk nektek. Van-e valami olyan táp, amit külön adsz neki, vagy van-e valami márka, amit szeretsz neki adni? Hát amúgy mindig változó, amit szoktunk venni, úgyhogy nem vagyunk egynél leragadva, meg ő is jó, hogyha nem felhívunk csak egy márkát, hanem így abszolút változatosan. Valamit először nagyon szeret, utána már így hozzáztatik, és akkor meg már így kevésbé akarja megenni, úgyhogy ilyen kis kényes. Nekem ugye otthon hódmezővásárhelyen nagy kutyám van, úgyhogy én mindig a nagy konzerves kutyakajákat szoktam neki adni. Te melyik kiszerelést szereted egyébként a legjobban? Mert itt rengeteg féle van. Hát mi amúgy ilyet szeretünk venni, mert ez most pont egy ilyen macska, de az ilyen zacskósat. Igen, ez az zacskós kiszerelés. És egy ilyen adagból mennyit eszik? Mert hogy érted, hogy mit akarok kérdezni. Úgy szoktuk, hogy reggel adjuk neki az egyik felét, és akkor este a másik felét. Zsülike! Hát neked gyerek nap van? Te mit kaptál már megint? Akkor vettünk neki egy ilyen bárányos jutalomfalatot, meg egy lazacosat. Kiesett még a szárból. Zsülül. Fekszik. Előző kis boltban mondták nekünk, hogy most nyílt itt egy új klinika, és nagyon dicsérték, úgyhogy mindjárt itt a kis Zsülivel utána nézünk, hogy mi is ez. Be is jöttünk itt az állatkórházba, és itt van velünk... Szajnyi Attila, állatorvos. És azt beszéltük meg, hogy körbenézzük most az egész klinikát. Jön velünk Zsülike is, aki közben már barátkozik. Hát meg tudjuk keresztelni az asztalt, föl tudjuk emelni, mindenhol be van kötve, minden, ami szükséges lehet, oxigénünk van egyből, a sürgősségieseknek a gyors ellátása az ebben a helyiségben is, de ez mindenhol megvan, összes kezelő helyiségben. Ugye egzotikus állatokkal akarunk foglalkozni, azokkal is természetesen. Madárkérteznek is nevezhetünk őket, de azért már többet tudnak. Tehát temperáltak, a hűvésnek pártartalmat tudjuk nekik biztosítani, ugye ott van a helye az ülőmulaknak. Nem a pár volt, aki papagájok, hanem a pont itt volt ez a kolléga. És ugye kezelte az arákat, a szürke papagájokat, ezek, amelyek itt szintén szóba jöhetnek a két rendelőnkben. Itt a rendelő hátulsó részében ugye a komolyabb ellátásokhoz szükséges berendezések és helységek láthatók. Sorban találtok a műtőt, az egyes és a kertes műtőt. Megfelelő modern altatási technikákat tudjuk alkalmazni, a műtőlámpákat, altatógépet. De valaki bejön, akkor azt szeretnénk, hogy terébetett házon, úgyhogy megvegyem volt az a probléma, amivel hozzánk voltuk. Nézzétek, kapott a Zsüli egy ilyen kis fincsi, gránátalmás jutalompalackát. Már említettem, hogy szeretnénk kutyát, és ha bár Bencével nekünk különböznek az elképzeléseink, ezt már neked is mondtam, igen. Nekem nagy vágyam egy perui kopasz kutya. Azt lehet dönteni, hogy egy kutyát akarok találni, amit elég komoly döntés. Egyrészt egy ilyen 10 évre kiható döntésről beszélünk. Amit nagyon fontos megfontolni, mennyi időt van erre a kutyára. Ettől függ a fajta választás igazából.
Köszönjük szépen! És még nem látjátok, de van egy meglepetésünk. Igen, képzeljétek, találkoztam egy ismerősömmel pont az Ázsia Centerben, és a kiskutyájával volt, és akkor mondtam neki a Rebekával, hogy átvesztük egy kicsit a kiskutyáját, amíg ő itt vásárolgat, úgyhogy most vigyázzuk ezt rá egy keveset. Szia! Van egy nagyon szőrös verziónk, és egy kevésbé szőrös verziónk, úgyhogy... Vagy most gyakorolhatsz egy kicsit. Tényleg olyan, mintha lenne nekem is kutyám. Úgyhogy megnézzük a többi kutyás üzletet, és egy kicsit mászkálunk itt a két kutyussal. Mivel neki elég kevés szőre van, így szerintem, mivel kaptunk rá engedélyt, ruhákat fogok rá próbálgatni, és egy kicsit kiélem az öltöztetős vénámat. Hát neked annyira nem kell, neked jó sok szőröd van, de gyertek, próbálgassunk kutyaruhát. Nézzük. És ugye ezt nem mondtuk el, de az Ázsia Center már 3 éve állatbarát, 2 éve egymás után megkapta az év kutyabarát üzletközpontja díjat, vagy hát így nevet is. Közben nézzétek, barátkozol? Barátkozol? Egy kicsit még össze kell, hogy szokjanak, de kezdik egészen jól bírni egymást, úgyhogy szerintem indulhatunk körbenézni, nem? Aha. És megérkeztünk. Na gyere, válasz magadnak valamit. Mit találtál? Jaj, finom kaját találtál. És ti most ezt nem láthatjátok, de felcsavartam egy állványra a kamerát, és remélem, hogy Trükinek a gazdája ezt nem fogja látni, ugyanis most éppen egy lila kis, nem is tudom, ilyen szatén hatású ruhácskát fogok ráadni, csak éppen simogatják és barátkozik. Írjátok meg kommentbe, hogy mi a véleményetek erről a választásról, és felpróbálunk még egy párat, és kiválaszthatjátok, hogy melyik volt a kedvencetek. Ezt nézzétek! Hát ez teli találat! Rózsaszín a belseje, ilyen kis terepmintás. Jaj, te meg Superman! Igen, már kislányom is, úgyhogy inkább Superwoman. Nagyon kis. Nézzétek, itt van Julie-nek a második szettje. Ez már valamivel lányosabb, mint az előző Supermanes. Nagyon kis csinik vagytok ebbe a kis mellénybe. Mi Trüfivel most már itt ilyen kis lazába nyomjuk. Ja, most sajnál nincs is semmi. Nincsen. Neki a saját ruhája van már csak. Mi körbenéztük a dolgokat, hogy ha lenne kutyánk, akkor milyen pórázokat kellene venni neki. Segítettél, hogy mi kell még egy kutyának, amit tényleg ahhoz, hogy mindene meglegyen. És most azt beszéltük, hogy jaj, nézzétek, nézd, szia, megsimogathatjuk, szia, szia, te mennyi idős vagy, hát de szép vagy, ezt nézzétek, úristen, nagyon szép vagy, hát könnyű azt mondani, hogy ne féljen. Jaj, de cuki, úristen! Na és akkor sikerült gondolatban kiválasztanod, hogyha lenne kutyusatok, akkor szeretnél velük? Hát, igen, igazából itt, ahogy körbenéztünk, nekem határozott elképzelésem lenne, hogy mi az a stílus, amit képviselnénk, hogyha lenne kutyánk. Nyilván ez attól is függ, hogy kisfiú vagy kislány kutyánk lenne, de egy ilyen nagyon laza, nagyon vagány vonalat tudnék így elképzelni magunknak. Most ezt akartam kérdezni, hogy ha kislány kutyátok lenne, akkor ilyen cuki rózsaszín, azt gondolom kevésbé játszik nálatok. Igen, inkább ez a vagányabb vonal, ami nekem is fekszik. Kijöttünk, kiengedtük a kutyákat, és nézzétek, tök jó. Olyan kuka van, hogy bele van építve a kakaszedő zacskó. És most használni is. És használni is fogjuk. Jaj, de produkciózol. De cuki.
Ahogy láthatjátok, mi nagyon jól éreztük magunkat Kittivel és a két kutyussal az Ázsia Centerben. Miután ott végeztünk, hazajöttem Bencéhez és elmeséltem neki, hogy milyen kutyust javasolt a doki, és mennyi vagány cuccot láttunk az állatklinikán. Sajnos ebből nagyon sok minden egyébként nem fért bele ide a videóba, úgyhogy ti se láthattátok. Kittivel megnézegettük még a patikába, hogy milyen kiegészítőket kellene venni a kutyának, tudjátok, vitaminok, kutyapelenka, bolhanyakör, sampon, etető, itató, és a játékokról és a hasonló kis apróságokról ne is beszéljünk. Bencével még vacilálunk rajta, hogy milyen kutyát szeretnénk, illetve hogy venni vagy örökbefogadni szeretnénk, én pártolnám az örökbefogadást. Bár azt nagyon jó tudni, hogy itt a klinika, amit megnéztünk, ügyelettel is rendelkezik, tehát bármikor hívhatjuk őket. Hogyha döntésre jutottunk a kutyával kapcsolatban, mindenképpen fogunk titeket értesíteni róla, videót is készítünk majd. Hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, kommenteljetek, hogy nektek mi a véleményetek az örökbefogadásról, illetve a kutyavásárlásról. A következő videóban találkozunk, sziasztok!